Na hát, sziasztok srácok, én XP vagyok, és elkezdtük egy újabb videóhoz, amelyben ma, hogy is mondjam srácok, a mikrofonom igazából nem működött a felvétel során, ezért így utólag fel fogom nektek mondani a hangot, ilyet még sose csináltam, szóval kicsit érdekes lett. Viszont ezt hagyjuk is, a mai videóban mutatni fogok 10 trükköt, praktikát, ahhoz, hogy megprankeljétek a barátaitokat Minecraftba, szóval ez szerintem fantasztikus videó lesz, nagyon érdekes dolgokat fogok mutatni, szóval mindenféleképpen tartsatok vele. Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP XP-er lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor. Csatlakozz most! Az is külön van. Viszont mielőtt belekezdünk a videóba, ha ti is szeretnétek még több ilyen pranket látni majd, illetve szeretnétek, hogy legyen még több videó, akkor csapastok egy hatalmas nagy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni, illetve vásároljatok XP mintás terméket, link a leírásba. Az első prank nem igazán durva, inkább csak nagyon-nagyon idegesítő lehet. Ahogy látjátok, nem lesz másra szükségünk, csak pár darab árványra, illetve csirke tojásra, vagy csirkék idézésére alkalmas tojásra. Igazából ez bármilyen mob lehet, de akkor nem szabad ilyen magasra építeni, mint ahogy most én fogom csinálni. Szóval itt van a barátom háza, előveszek pár állványt, és el is kezdem szépen felfele építeni őket. Miután elég magas az állvány, szépen oldalasan elkezdjük kicsit terebélyesíteni ezt a dolgot, hogy ugye a csirkéket majd szépen le tudjuk ide idézni. Kb. Így olyan széles kell, mint amilyet most én csinálok, nem muszáj nagyon szélesnek lennie, mert így igazából egy pontban több csirkét is le lehet majd idézni, szóval szépen ezt megcsináljuk. Figyeljetek arra srácok, hogy ugye magasnak is kell egy kicsit lennie ott belül, hogy a csirkék ne tudjanak majd kiesni úgymond, és utána pedig csak szépen beleidézik a tojásokat, vagyis a csirkéket. Én szerintem ilyen 10-20-30 darab bőven belemehet, hogyha úgy gondoljátok, hogy a barátaitok megérdemlik ezt a prankelést, szóval szépen beleidézitek ezt a sok-sok-sok csirkét. És igazából ennyi is, ha ezután a barátaitok kiütik úgymond legalul az állványt, mert nem tudják, hogy micsoda az, akkor az összes csirke le fog esni, és igazából rá fog szúródni a barátaitok házára. Szerintem ez a legkreatívabb prankelés, és mondjuk ezt eléggé nehéz megvalósítani, csak akkor tudjátok, hogyha át tudok menni kreatív módban. Akkor érdemes ezt a pranket megcsinálni, hogyha a barátotok valahol mélyen a föld alatt él, vagy egy bányában, ugyanis akkor a ház oldalából ki tudtuk ásni egy kis alagutat. Ebbe az alagútba le kell rakni egy spoonert, mármint egy ilyen rácsos idézőt, ahogy nem tudom, hogy van magyarul, és abba valamilyen mobot berakni, csontvázat, zombit, pókot, valamit, mi az anyag, hogy ne legyen 2 vagy 3 blokknál magasabb. Ha ezzel megvagytok igazából, annyit kell csinálni, hogy valahogy úgy kell kialakítani és lerakni a vizet, hogy azon az egy blokkos folyosón végig menjen az a víz, és a barátotok házába vezesse az idézett mobokat. Nekem kicsit meggyűlt a bajom, elég nehéz, de hogyha ügyesen megcsináltok, akkor természetesen ezzel sikerrel fogtok járni, szóval látjátok, hogy ez a víz szépen befolyik majd a barátotok házába. Na, ugye ezután csak annyit kell csinálnatok, hogy igazából a folyosó végénél a barátotok háza előtt leraktok 2 darab táblát, és arra szépen ráraktok egy képet, egy festményt, vagy igazából mindegy, csak takarja le azt a lyukat, hogy ne tudja, hogy merre jönnek a mobok. Szerintem ez nagyon-nagyon vicces momenteket fog szülni. És igazából a mobok folyamatosan idéződnek, viszont a barátotok nem tudja, hogy honnan fognak jönni a mobok, nem tudja, hogy hogy kerülnek ide, és egyszerűen nem fogja érteni, hogy mi történik.
A második prank igazából a személyes kedvencem, ugyanis bárhol meg tudjátok csinálni, akár túlélőbe is, és igazából tényleg nagyon-nagyon nem kell hozzá semmilyen anyag, csak pár homokblokk, egy darab TNT és egy nyomólap. Ahogy látjátok, a barátom házának az ajtaja elé lássak egy mély egy blokkból álló lyukat, így egy vonalba szépen. Ezt ti döntitek el, hogy igazából milyen mi, ez teljesen mindegy. Majd odarakok szépen egy kis TNT-t, egy darabot, és fölé rakok egy homokblokkot, majd arra a kő nyomólapot. Igazából, hogyha rálép arra a nyomólapra az ember, akkor ugye a TNT bekapcsolódik, és le fog esni abba a mély lyukba, és még fel is fog robbanni a TNT. Valószínűleg meghal, de ha nem is, akkor is biztosan nagyon-nagyon meg fog lepődni, szóval erre mindenféleképpen jó. Egy új frissítés, vagy egy tökéletes prank. A következő igazából tényleg a legegyszerűbb dolog, amit meg tudtok csinálni. Megöltök pár zombit, és kaptok ugye érte rohadt húst. Bementek a barátotok házába, szereztek valahonnan egy üllőt, és átnevezitek a rohadt húsokat valamilyen ételre, amit a barátotok ládájába találtok, és igazából, mit tudom én, rohadt kenyér, ahogy most én fogom csinálni, romlott hal, romlott kenyér, és ezt szépen visszarakjátok majd a barátotok csesztjébe, és a kaját pedig elviszitek magatokkal és megehetitek, és akkor a barátotok majd jön vissza, nem fog érteni, hogy mi történt az élelmiszerekkel, mi történt a kenyerével, kajájával, csak azt fogja látni, hogy romlott kenyér, és nem fog érteni, hogy mi történt. Ha akarjátok, még azzal is megprankelhetitek, hogy mikor megkérdezi majd tőletek, hogy mi történt, akkor azt mondjátok, hogy hát igen, ez egy új frissítés a Minecraftban, hogy a kaja mostantól megromlik, és ezt valószínűleg szerintem el fogja hinni, mert logikusnak hangzik. A következő trollkodás szerintem azért vicces, mert igazából nem fogja tudni a barátotok, hogy mi ez és hogy mi történik. Ezek már pedig nagyon-nagyon laggoltatni is fogja őt, és nem tudja, hogy mi történik, amikor a háza közelébe megy. Ahogy látjátok, szépen leások a háza alá, és egy kisebb területet kiváljok. Igazából ti döntitek, hogy ez a terület mekkora, nem tudom, mekkora hangzavart akartok majd kelteni, szóval ahogy látjátok, kicsit kitágasítom ezt a területet. Ezután ezt muszáj megcsináltok, lerakok egy dugattyút, így, és kettő blokkal arra még egy dugattyút, majd fogom, és közé rakok egy redstone blokkot. Ezután szépen az egyik dugattyúból elkezdem elvezetni a redstone jelet, úgy, hogy elérkezzen a piston elé, és ugyanezt a másik dugattyúnál is megcsinálom, viszont az fontos, hogy a másik oldalról, szóval, hogy ne ütközön a két redstone jel, úgymond. Így, néz szépen össze is kötjük, és hogy látjátok, elkezdi tologatni a jelet, úgymond, vagy a blokkot ez a két piston, és alapból ez is hangzavaros, viszont ha akarjátok, ezt lehet turbózni, hogy most én csinálom. Lerakok csomó ajtót, kaput, még több dugattyút, hangdobozt, mindenféle dolgot, ami valamilyen hangot ad, és ugye ez még jobban fogja laggoltatni, illetve még több hangot fog kiadni. Kész is van, nézzük meg akkor igazából, hogy ez hogyan funkcionál. Ahogy látjátok, amint bekapcsoltam, igazából elkezdődött a hangzavar, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon laggoltam. De hát ez ezzel jár, ugyebár. Igazából, ha okos a barátotok és nézi ezt a videót, akkor valószínűleg számítani fog erre, és majd le fog ásni, viszont így is nagyon-nagyon laggolni fog, és nehezére fog esni ezt a redstone rendszert megtalálni. Szerintem ez egy eléggé bunkó és brutális trollkodás igazából, ehhez van szükség a legtöbb anyagra, viszont ez éri meg szerintem a legjobban, mert nagyon-nagyon vicces, és tényleg megnehezíti a barátotok életét. Köszönöm a figyelmet, srácok, remélem tetszett az a videó, ha igen, akkor mindenféleképpen csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni, illetve ne felejtsétek kommentbe leírni, hogy melyik volt a kedvenc pranketek az 10 darab közül. Viszont ez a videó ennyi lett volna, like, sub, csengő, következő videó találkozunk, vegyetek XP-es terméket, hogyha vérbeli XP-rek vagytok, sziasztok!